Na, megnézem, hogy igen, elkezdtek bejönni a vendégek. Még akkor várunk egy-két percet, jó, hogy hát, ha így minél többen, és akkor addig is jó estét kívánunk mindenkinek, és üdvözöljük az érdeklődőket. Még egy picikét várunk, hogy mindenki becsatlakozhasson, és akkor elkezdjük a beszélgetést egy-két perc múlva. Mondjuk egy perc múlva. Pontosabban, igen. Addig a jelenlévőknek elmondom, hogy szokásainkhoz szíven felvétel készül a beszélgetésről, amit majd fel fogunk tenni a kutatócsoport honlapjára, illetve a YouTube csatornánkra pontosabban, úgyhogy ott majd vissza lehet hallgatni, és azt még mindenképpen tisztem elmondani, hogy ha közben vannak kérdések, akkor vagy a chat szobába írják be, vagy pedig ebbe a Q&A hát ikonra kattintva be lehet írni, és akkor én ezeket a beszélgetés végén fel fogom tenni, vagy hát a beszélgető partnerek is látják közben, főleg, hogyha a chatben jelenik meg. Úgyhogy arra is volt már precedens, hogy belefűzték a mondani valójukba az aktuális választ. Akkor szerintem vágjunk is bele. Tisztelettel köszöntök mindenkit. Tisztelettel köszöntöm Hidasi Juditot, a Budapesti Gazdasági Egyetem professzor emeritáját, és a Kolozsvári Szapienzia Egyetem professzor emeritáját, illetve Bartók Andrást, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatóját, akik beszélgető társaim lesznek ma ezen a kis kerekasztalon, mondjuk így, vagy virtuális kerekasztalon, amit a japán választásokról szerveztünk. Igazából előjáróban tényleg csak annyit, hogy ugye október végén lezajlott egy parlamenti választás Japánban, ennek fogunk beszélni az eredményeiről, és fogunk beszélni mindenképpen az előzményeiről, illetve arról a helyzetről, amiben ez a választás lezajlott. Úgyhogy szerintem nyilván érdekes politikai, gazdasági téren is átbeszélni, hogy nagyjából hol tart most Japán, milyen változások következtek be, következtek-e be változások egyáltalán az októberi választások után, ugye annyiban talán kevésbé, hogy a Liberális Demokrata Párt ugyanúgy megtartotta a vezető szerepét. Az más kérdés, hogy csökkent a mondjuk az előnye, vagy a többsége az alsóházon belül, de erről nyilvánvalóan a szakértők fognak beszélni. Szerintem az első kérdés, és nagyon sokat beszéltünk már itt a kutatócsoport által szervezett kerekasztal beszélgetéseken is az olimpiáról, de azt gondolom, hogy elválaszthatatlan egyáltalán Japán mai helyzetétől, vagy a 2021-es évtől, és nyilvánvalóan a választástól is az, hogy olimpiát rendezett Tokió, majdnem harmadszor, de másodszor mindenképpen. Úgyhogy az első kérdés sem az lenne, hogy igazából milyen tapasztalatokkal zárult ez a nyári esemény, és akkor Juditot kérném meg, hogy erre válaszoljon, és aztán majd Andrásnak is megadjuk a szót. Igen, hát az olimpiának, tehát a megrendezés jogáért Japán nagyon erősen küzdött, és óriási győzelemnek könyvelte el, amikor a Fukushima-i katasztrófa után gyakorlatilag egy évvel megkapta a megrendezés jogát, és hát ez nagyon sokaknak reményt és megerősítést adott ahhoz, hogy Japán újra megmutathatja önmagát. Tehát nagyon nagyok voltak a várakozások. Azon kívül vártak másikok, hogy az olimpiától azt várták, hogy a régen-régen tervezett és szinte évről évre mindig megerősített ez a turisták számának a növelése, tehát hogy ez majd kicsúcsosodik az olimpia alkalmával, és akkor hát eléri az álomhatárokat, átlép, stb. Na most hát a keresztbe tett a járvány, és egyáltalán nem úgy zajlott az olimpia, hogy akarták, turistákat vonzó effektus, ez ugye kikapcsolódott, és hát a másik dolog az volt, hogy egyáltalán a megrendezéssel kapcsolatos nehézségek, hát nem csak az infrastruktúrális viták, hogy mit és hol, hanem a lakosságnak a hozzáállása, tehát a lakosságnak egy jelentékeny része azt úgy érezte, hogy felelőtlenség tulajdonképpen megrendezni az olimpiát, tehát hogy jobban tenné Japán, ha lemondana róla. És
Tehát nem találkozott a lakossági támogatással végül is, konkrétan már 2020-21-ben az olimpia megrendezése, de a politikusok viszont nagyon ragaszkodtak hozzá, mert úgy gondolták, hogy a veszteségeket egy kicsikét lehet csökkenteni. Most tehát nagyobb volt a várakozás sokkal, mint amennyi eredményt hozott az olimpia, és én azt hiszem, hogy az egyik ok, amiért Suga Yoshihide úgy ítélte meg, hogy most 2021. szeptember legelején hirtelen bejelenti, hogy nem kíván tovább újraindulni az LDP elnökségére, ennek az egyik oka ez lehetett. Tehát ő ezt kudarcnak ítélte meg az éppen regnáló miniszterelnök. András? Azt hiszem, hogy igazából Japán kapcsán keveset tudnék hozzátenni ahhoz, amit a tanárnő elmondott, tehát én is nagyjából ezekre gondoltam. Talán ami még érdekes, hogy nem csak a megrendezéssel és Japán, hogy mondjam, Japán számára a belső csalódások miatt volt ez egy érdekes és kiemelkedő olimpia, hanem visszagondolunk az olimpiáról való közvetítések. Tehát egy országnak egy olimpia megrendezése az mindig ugye egy nagyon fontos, egy országi más projekt. És fontos az, hogy miről beszélünk az olimpia kapcsán, és hogyha odafigyeltünk, főleg egyébként az angol nyelvű külföldi sajtó az olimpia kapcsán kezdte el felvenni, ugye itt, hogyha Simone Biles-ra gondolunk vissza, ugye a sportolókra nehezedő stresszt, és ezt összekötötték az olimpia megrendezésével kapcsolatos ugye COVID szabályozásokkal, tehát hogy egy szürke, hogy mondjam, egy kicsit lelkileg egy szürke felhőben zajlott le ez az olimpia megrendezés, és a maga módján az olimpia rendszerével, az olimpiához kötődő profi sportrendszere, az ezzel járó, hogy mondjam, pszichés terhelések, tehát hogy lefektetett struktúráknak a kritikája benne volt az olimpia körüli diskurzusban, egyébként a japán sajtóban is ez megjelent. Tehát azt hiszem, hogy nem csak Japán számára az jelentett egy problémát, hogy az olimpiát nem tudta olyan körülmények között megrendezni, ahogyan, hanem az olimpia egészek körüli sajtóvízhang és hangulat is, hát nem feltétlenül Japánnak az országimázs emelés szempontjából kedvező irányt vett. Tehát azt hiszem, hogy ez külön még rontott a várt megtérülésén az olimpia megrendezésének. Akkor tulajdonképpen mi ugye beszéltünk az olimpiáról már egy másik kerekasztalon, erre már utaltam, és ott is felemlegettük, hogy az országi más szempontjából mennyire fontos, de igazából mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen ez azért volt mondjuk talán negatív hatása Japánban ennek az eseménynek, mert nem tudta beváltani azokat a vágyakat, amik mondjuk akár a megpályázás időszakában tervekben voltak, vagy akár még egy évvel ezelőtt is. Tehát, hogy van egy ilyen kiábrándulás, és magából egyszerűen belefáradtak ebbe az egészbe, hogy meg kéne csinálni, egy évet halasztottak, meg kell csinálni, túl kell lenni rajta, nem szabad belebukni, és nyilván ez így megkeserítette az egészet. Nem valami ilyesmiről van szó? Igen, és szerintem eleve sokkal több tétet tettek meg erre az olimpiára, mint sok más közelmúltban megtartott olimpiára. Tehát szerintem az fontos kiemelnünk, hogy itt az olimpia megrendezése, az annyiban egy picit többről is szólt, hogy ez a 2012 után visszatérő Abe Shinzo kormányzatnak egy ilyen zászlóshajó projektje volt. És és az olimpia mellé egy-két évvel az olimpia megrendezése előtt már voltak ilyen felsejlő füstek, hogy az olimpia mellé esetleg beidőzítenek majd ugye az olimpia utána egy esetlegesen előrehozott választásokat, és akár ezt követően, tehát ebben az eufóriában felvetni az alkotmánymódosítás kérdését, és talán nagyobb eséllyel, tehát hogy egy ilyen több lépcsős stratégia volt erre fölépítve, és nagyon sok tétet tett meg erre az Abe kormányzat. Tehát a maga módján szerintem ez az olimpia egy kicsit többről is szólt, mint akár a brazil, akár a brazil. Tehát sokkal több zseton volt itt az asztalon, mint az elmúlt egy-két korábbi olimpia esetében a fogadó országoknál. Úgyhogy
Egy normál olimpiához képest szerintem nem annyira hatalmas a bukta, de ahhoz képest, amilyen remények fűződtek hozzá, ahhoz képest a Covid a lehető legrosszabb pillanatban jött az akkori. Ezzel a zseton hasonlattal nagyon egyetértett, úgyhogy meg visszadobnám a labdát, hogy ez pontosan, akkor mi az, ezt próbáljuk már egy kicsit kifejteni, az alkotmány módosítás is azért ebből a szempontból egy nagyon érdekes helyzetet terem talán. Igen, hát ugye az alkotmánymódosítás, ugye ez a bizonyos 9. cikke, ami azt mondja, hogy Japán hadi nem kezdeményezhet háborút, nem folytathat háborút, stb. És ráadásul egy költségvetési megszorítással is, hogy a GDP-nek csak 1%-át költheti katonai kiadásokra. Tehát magyarul ez az 1947-es alkotmányról van szó, hát ez igazából így megfogja a Japán kezét, és hát Japán ezt ugye úgy oldotta meg, hogy a úgynevezett védelmi minisztérium, illetve tehát védelmi minisztériumnak az égisze alatt működik, illetve hát másik megoldás az, hogy a katonai, tehát a militáris kutatásoknak a javarészét azt meg nem ebbe az 1%-ba számolják el a GDP-nél, hanem kiviszik különféle egyetemekre, vagy más kutatóintézetekre. Tehát azért vannak megoldások, hogy ténylegesen sokkal nagyobb a költés, mint a GDP 1%-a, azonban adminisztrálva, illetve jogilag, hát megvan ez a megkötés. Na mostan ugye Abe Shinzo, aki egy ilyen nagyon komplex és nagyon összetett hát gazdaságfejlesztési projektet dolgozott ki, és 2012-től ugye ezt tervezte megvalósítani, hát nem sikerült neki, mert megbetegedett, de ennek tulajdonképpen eleme volt az is, hogy hozzányúlnak esetleg az alkotmánynak a 9. cikkeihez. Azonban itt kettő baj van, ugye? Az egyik baj az, hogy a parlamentben is, hát a kormányzó, illetve a koalíciós párt, tehát a kormányzó párt ugyan támogatná talán ezt a dolgot, de a többi párt, tehát a többi párt, aki parlamentben jelen van, ezek nem támogatják. Tehát egyrészt ben meg tudják szerezni ehhez a jóváhagyást. Ez az egyik a jogi ok. A másik ok pedig a lakosság. Tehát a lakosságnak jelentékeny része borzasztóan mindig élnek a háborús emlékek, még mindig élnek a atombomba emlékek, stb. Tehát nagyon ellene van a fegyverkezésnek, és nagyon ellene van mindenféle militáris megnyilvánulásnak, és úgy érzik, hogy akkor van biztosítva Japánnak a biztonsága, hogyha az alkotmányban is rögzítve van, hogy nem kezdeményezhet, illetve nem vehet részt aktívan háborúban. Tehát ezt egy biztosítéknak látják, és hogyha ezt a biztosítékot fel akarnánk oldani, vagy fel akarná oldani, mondjuk a kormányzópárt, hát ahhoz ugye a hatalmas népszerűségvesztést is jelentene. Igazából akkor itt arról van szó, hogy egy mondjuk 100 éve korábban pacifis, de nem, nagyon militáns társadalom, most nagyon pacifista, és akkor ez egy ilyen fontos politikai szerepet is játszik? Hát igen. Tehát csak egy ilyen mellékérdés. Igen, ebben a pacifista alkotmányba kapaszkodnak. Ugyanakkor, és akkor itt érdemes rátérni esetleg, de majd biztos az András még kiegészíti, amit én mondtam, de érdemes rátérni ugye az új kormányfőre is, Kishida Fumio-ra. Ugyanakkor Kishida Fumio viszont bejelentette azt, hogy azon lesz, hogy nem, hogy ezt a 9. cikkeit megváltoztassa, de minden esetre azon lesz, hogy a GDP-nek a százalékos arányát azt fel tudják vinni 2%-ra. Na most hát ez azért egy jelentős különbség egy olyan ország esetében, amelyik a világ harmadik legnagyobb GDP-jével rendelkezik, akkor ott egy 1%-os növekedés, tehát hogy a duplárája növeli, mint ami idáig volt, hát ez nagyon jelentős lenne. Erről biztos, hogy fogunk még beszélni, egyáltalán a programról fogunk még beszélni, de az András mondta, hogy ugye az előrehozott választások már valahogy így előkerültek az Andrásnál. Ezt próbáljuk egy így
jobban kifejteni, hogy került elő egyáltalán ennek a lehetősége, hogy előrehozott választásokat tartsanak. És akkor tulajdonképpen ez egy tervezett előrehozott választás volt, és akkor most így nagyon idézőjeles kérdés. Ha szabad erre ráugranod venni, de hogy azért nem ritka a japán politikában az előrehozott választás. Ugye a japán politikai rendszer úgy épül fel, hogy van egy alsó és felsőházunk, és itt igazából a kormányalakítás az alsóházban dől el. És a japán miniszterelnöknek lehetősége van bármikor a mandátum lejárta előtt is feloszlatni az alsóházat. Egyébként viszonylag szűk, tehát egy rövid kampányidőszak áll rendelkezésre, viszonylag gyorsan egy előrehozott választáson kerülnek be az új alsóházba a képviselők. Ezzel egyébként viszonylag gyakran, tehát az elmúlt 50 évében, 47-től, hát azért már bőven 60 évében a japán politikának, azért sokszor szoktak ezzel élni az egyes japán miniszterelnökök, tehát ez nem annyira rendkívüli, mert tulajdonképpen ez egy jó hatalom technikai eszköz a miniszterelnök kezében, ugyanis a japán választási törvények és a választási struktúra úgy működik, hogy viszonylag kevés pénzt lehet költeni kampányra, és viszonylag rövid időszak van, amíg kampányolhat valaki, viszont erős az egyéni jelölteknek a szerepe a mandátumok összeállításában. Magyarán, ha valaki nem hajlandó megszavazni valamit, amit szeretnék miniszterelnökként, akkor ha oda nyúlok, hogy feloszlatom az alsóházat, ezt hirtelen a helyzetbe hoztam, és rá van utalva a párt központi támogatására, ha kell még neki az a kényelmes képviselői szék a következő hónapokban is. Tehát nem azt mondom, hogy nem egy utolsó, tehát hogy nyilván próbálja máshogy megoldani ezt egy japán miniszterelnök, de nem veti el annak a lehetőségét, hogy feloszthatja. Egyébként az LDP-nek ugye azért lett volna tervben, akár az Olimp, vagy azért merült fel ennek a lehetősége, mert ugye az LDP-nek önmagában, tehát a koalíciós partnere nélkül nem volt meg a kétharmados többsége. Márpedig Umeito, a hagyományos koalíciós partnere az LDP-nek, általában nem támogatta az alkotmánymódosítás ötletét, illetve amikor az LDP majdnem megközelítette a kétharmadot, akkor a Umeito hirtelen elkezdett ködösíteni. Ha szabad konspirációkba gondolkozni, a Umeito helyében nyilván játéktechnikailag az éri meg, hogyha ő a fék, és amint az LDP-nek magától is meglenne a kétharmada, akkor erre a szekére fel kell ugrani, mert különben vesztese a projektnek. De az biztos, hogy a Kumeito nem biztosította az LDP-t arról, hogy támogatná, hogy át kell menjen a képviselők kétharmadával egy alkotmánymódosítási javaslat, és utána kerül a népszavazásra. Tehát, hogy igazából itt az előrehozott választás ezért merült föl, de amúgy nem idegen a japán politikai rendszertől az, hogy egy miniszterelnök ehhez az opcióhoz. Talán ő ezt kiegészíteni, és akkor közben még fel is teszek egy kérdést, hogy ez a rövid kampányidőszak, ez mondjuk hogy zajlott? Voltak-e itt valami érdekesség, vagy ez ahogy szokott? Nem, nem úgy ment. Ugye a jelenlegi, tehát a friss miniszterelnök, Kishida Fumio, tehát szeptember 29-én volt ugye az a szavazás, amiben az LDP jelöltek közül, ugye négyen voltak, Kono Taro, akkor Takaichi Sanae, egy nő, egy ultranacionalista korábbi miniszter, és Noda Seiko, ő egy liberális miniszter, szintén nő. Tehát két nő, két férfi, és nagy meglepetésre, hogy Kishida Fumio hát megelőzte Kono Tarót. Ez azért volt meglepetés, mert Kono Taro egy nagyon népszerű politikus volt, a lakosság körében volt különösen népszerű, és megelőzte. Na most megelőzte, és utána ugye 29-ével tehát nyert, tehát LDP elnök lett, és hogyha LDP elnök lett, az azt jelentette, hogy október 4-én őt, miután automatikusan miniszterelnök is lesz, október 4-én őt miniszterelnök előléptették. Na most október 4-én, ez volt az úgy hívjuk, hogy első Kishida kormány, vagy kabinet, és
ő meglepetésre szinte azonnal kiírta az október 31-i előrehozott választást. Na most ez azt jelentette, hogy 17 napja volt a pártoknak felkészülni erre a választásra. Próbáltak tiltakozni, de végül is az derült ki, hogy jogilag ez még, hát hogy mondjam, nem kell szankcionálni, tehát hiába tiltakoztak, és ezért ez a 17 nap alatt az ellenzéki pártoknak hát ki kellett dolgozni valami stratégiát. És akkor az történt, ami egyébként eléggé idáig még nem történt meg, hogy a négy nagy ellenzéki párt, egyébként öt van, de négy nagy ellenzéki párt, ezek összefogta, és tehát közös ellenzéki jelölteket akartak állítani, és közös hát, tervekkel álltak elő. És ez a japán alkotmányos demokrata párt a legelősebb, akkor a japán kommunista párt, a szociáldemokrata párt, és az úgynevezett Reiwa Shinsen Gumi, ez egy új párt, ami 2019-ben alakult. Most magyarul azért volt tehát szokatlan ez az előválasztás, mert ez, hogy az ellenzéki pártok együttesen, tehát mint közösen lépnek fel, idáig erre még nem volt például. Részben ennek az eredménye lett az, hogy végül is, amikor megtörtént lezajlott az előrehozott választás, akkor az LDP egy kicsit vesztett a pozíciókból. Azért, mert ezeknek a pártoknak, meg még az úgynevezett Isin pártnak több helyet sikerült szerezni, mint korábban. Azonban még mindig nem annyit, hogy elveszítsék az előnyüket az LDP és a Komeito, mint koalíció. Tehát egy kicsikét, hogy is mondjam, előbbre jutottak az ellenzéki pártok, de nem annyira, hogy ez lényegében megváltoztassa a dolgot. Mindenesetre azt gondolom, hogy ez egy, hát hogy mondjam, hatékony húzás volt Kishida miniszterelnöktől, hogy ezt ilyen gyorsan végig ezt a választást, ezt most így levezényeltette, mert az volt egyébként az indoklás, hogy annyi problémával küzdik Japán, és annyi megoldandó kérdés van, hogy nincs idő most időt vesztegetni, tehát cselekedni. Az mennyire szokatlan, vagy mennyire nem az, nem szokatlan, hogy két nő neve is felmerül? Hát az szokatlan, mert idáig még nem merült fel, de azért annyit tudni kell, hogy a Takaichi Sanae különösen Abe Shinzónak a kormányában ugye már miniszter volt, és hát ő Abe Shinzónak egyik, hogy is mondjam, neveltje volt, és tulajdonképpen őt támogatta a volt miniszterelnök. Ez valószínűleg azért is, mert erősen nacionalista érzelmű, és ennek hangot is ad. És hát a másik jelölt Noda Seiko, akit ugye liberális politikusként ismerünk, ő meg általában ilyen nő kérdésekkel foglalkozik, tehát nőknek a képviselete, a nőknek a különböző szervezetek alapítási joga, a nem tudom, voták, vagy használat. Hát igen, tehát és egy kicsikét így hogy is mondjam, adnak neki, hogy fogalmazzak finoman, tehát így megjelenési lehetőséget. Engedték, hogy foglalkozgasson ezzel. Uh-huh. Nem volt túl nagy tétje a dolognak, de egyébként annyit hadd mondjak el, hogy a jelenlegi Kishida kormányban is benne van Noda Seiko, és olyanok tartoznak hozzá, mint a csökkenő születésszámnak a kezelése, a nemek egyenlősége, a nők nem tudom, hatalomba, vagy segítése, gyermekpolitika. Ja, és még ami nagyon érdekes, ő lett az új magányosságügyi miniszter, azért mert Japánban olyan is van 2019-től. András, valamit
Láttam, közben mosolyogtál, úgy tűnt, mintha valamit még így hozzáfűzél, de nem biztos. Ja, csak igazából Abe nevén mosolyogtam, mert úgy, szerintem még talán fontos tudnunk az LDP működéséről, hogy ez egy olyan párt, ami sokkal decentralizáltabb, mint ahogy mi megszoktunk. Például Magyarországon megszokunk kormánypártokat, tehát hogy nem egy ilyen egyszemélyi formáció az LDP, hanem vannak benne frakciók. Nagyon erős a párton belüli táboroknak a szerepe, és itt igazából a tanárnő is említette, hogy ugye nem Kishida volt a népszerűség szempontjából befutó, hanem Taro, viszont azt, hogy az LDP végül őt jelölte, és ezen keresztül ő lett ugye miniszterelnök, majd miniszterelnökként ő írta ki az előrehozott választásokat, ezt annak köszönhette, hogy a párton belüli frakciók álltak mögé össze többségbe, és ebben egy nagyon erős szerepe volt Abe Shinzónak és Nodának, és a kettőjük közötti szövetségnek. Tehát, hogy a Noda szerintem nem elsősorban azért érdekes, mert nő, hanem mert rajta keresztül, ugye ő visszalépett Kishida javára, rajta keresztül két frakció között egy Abe vezette, frakció, vagy egy Abe-hoz kötődő frakció és Noda frakciója között köttetett egy szövetség a párton belül, ami Fumio Kishidát rakta ugye a miniszterelnöki székbe. Tehát, hogyha finoman akarunk fogalmazni, akkor azt mondhatnánk, hogy ez mindenképpen az Abe Shinzóhoz közeli és az LDP-n belüli konzervatív köröknek az erejét és előre tolódását jelzi a párton belül. Tehát nem visszatér és vagy nem szürke eminenciásá be, azért ezt lenne, de hogy az Abe Shinzo által képviselt kör, és az ő frakciójának, illetve Nodának a kifejezetten konzervatív frakciójának a szövetsége helyezte Kishidát a székbe, tehát hogy itt szerintem Noda személye azért érdekes, mert jelzi ezeket a párton belül dinamikákat. És akkor ezek szerint ezek a frakciók azért, tehát azért is mondhatta a tanárnő azt, hogy van egy liberális jelölt, van egy nacionalista jelölt, mert hogy ezek a frakciók gyakorlatilag a párton belül léteznek. Kérdezem hát tanárnőt. A LDP-ben jelenleg úgy tudom, 7 darab frakció van, és ezeknek a frakcióknak az ereje az elsősorban tényleg attól függ, hogy egyrészt ki a vezér, ki a frakció vezér, másrészt pedig, hogy milyenek a frakció hagyományok. Tudnék, nagyon sokszor ezek a frakciók úgy alakultak ki, hogy egy-egy politikai dinasztia vagy család köré formálódott egy ilyen frakció, és akkor évtizedeken át, ugye tehát 1955 óta van az LDP, de hát, hogy tehát több generációt vittek tovább, és így maguk köré szervezték és gyűjtötték ezeket az embereket, és hát ez a 7 frakció, ez folyamatosan magán az LDP-n belül ez egymással rivalizál tulajdonképpen, de időnként történnek megegyezések és visszalépések, tehát úgy visszalép valakinek a javára. Tehát, és hogyha mondjuk 2-3 frakció összeáll, akkor el tudjuk képzelni, hogy akkor ott nincs mese, az akkor egy nagyon hatalmas erőt képvisel. Tehát akkor tulajdonképpen ez történt, amit is az András is így összefoglalt, és amit tanárnő mond, hogy akkor olyan frakciók döntötték. Frakció alkuk döntik el, igen. Mennyire befolyás, ugye beszéltük nyilvánvaló 2021-ben, hogy mindent befolyásol a Covid, mennyire befolyásolta akár a kampányidőszakot, mondjuk mennyire tematizálta a kampányidőszakot például a Covid, vagy egyáltalán a választásokra milyen hatása volt? Már a lebonyolításra például. A lebonyolításra az, mindjárt mondom, de azért itt iszonyatosan érdekes fejlemények következtek be. Tudnék, ugye már említettük azt, hogy Suga Yoshihide hát kudarcnak ítélte az önmaga közel egy éves miniszterelnöki tevékenységét, és önszántából szeptember elején lemondott, és hát ezt a 2 okot hozta föl, hogy egyrészt az olimpiai rendezésnek nem azt az elvárt sikert hozta az olimpia rendezése, amit reméltek, és a másik pedig, hogy úgy érzi, hogy a Covidot nem sikerült megfelelően kezelni. Na mostan
Hát Japánnak egyébként őrült érdekes. Mindig mondják, hogy Japán sok tekintetben mindig más, mint a világ többi országát, a COVID-kezelés tekintetében is más volt. Talán egyik legutolsó ország volt a fejlett demokráciák közül, hogy ez a modern országok közül, aki elkezdett oltani. Uh-huh. Tehát ez valami hihetetlenül későn, azért, mert japánok ugye alapvetően nagyon óvatosak, és hát mindig az előkészítés tartott nagyon sokáig, nagyon gondosan bevizsgálták ezeket a különböző vakcinákat, és végül is 3 vakcina maradt talpon, hogy szabad így mondani, a Pfizer, az AstraZeneca és a Moderna. És a többivel, a többit nem is engedték használni, és ezt is nagyon későn kezdték el oltani, tehát ilyen ismeretség körbe, nem tudom, valamikor március-áprilisban kapták meg az első oltásokat a japánok. És végül is és hiába ilyen nagyon későn kezdtek el oltani, aztán utána, ugye miután rendszeresen oltottak, közben ment az olimpia, közben a lakosság izgult, hogy mi lesz, stb. A számok iszonyatosan magasak voltak, a megbetegedés számok, de mire lement az olimpia és minden, addigra az történt, hogy a lakosságnak tulajdonképpen a 70-75%-a fölvette a 2 oltást, tehát mostanra most már ott tartanak, hogy nagyon sokanak embernek 2 oltást, ők a harmadiktól még messze vannak, még egyáltalán nem tartanak ott. És ekkor bekövetkezett az, amire senki nem számított, a japán orvosok és a szakemberek sem, hogy a legnagyobb választások és LDP belharcok közepén egyszer csak eltűnt a vírus Japánból. Uh-huh. De gyakorlatilag októberre megszűnt a vírus. Na most ennek próbálják magyarázni, hogy mi történhetett. Tehát most már annyira kevés az eset szám, hogy nem tudom, jobb a 13 egy nap, vagy nem tudom. Tehát egyszerűen, és hát különböző teóriák vannak, amiben most nem, ez nagyon bonyolult, és Isten őriz, nem akarnék belemenni, de megoldott a dolog. Tehát a COVID probléma, ami miatt egyébként ez az egész gyors miniszterelnök váltás, meg minden kialakult részben, igazából a probléma eltűnt. Tehát a COVID probléma eltűnt, hogy jelenleg most nincs COVID helyzet Japánban. Úgyhogy azon kevés országok közé tartozik, ahol ez a dolog, ez megoldódott egyszer csak. De akkor ezek szerint a lakosság jelentős része oltott, ugye megkapták a második oltásokat, mégis le se járt, azt is olvastuk, hogy tudom én, annyira mutálódott a vírus, hogy eltűnt Japánból, de hogy nem tudjuk, hogy miért, de hogy egyszerűen most ez effektíve, akkor nem aktuális probléma? Effektíve ez a COVID, ez most abszolút nem aktuális probléma, azért, mert megoldódott a dolog, és hát amit én tudok, hogy a harmadik oltást a legtöbb embernek még októberben úgy ígérték, hogy majd legkorábban március környékén kaphatja a harmadik oltást, ami logikus, mert hogyha a másodikat, nem tudom, szeptemberben kapta, mondok valamit, augusztus-szeptember, hát akkor fél évvel később. Tehát, de hát valószínűleg nem tartanak rá igényt, hogyha ez a helyzet, hogy megszűnik a megbetegedése, vagy fertőzöttség. Ennek köszönhetően akár gazdasági, akár politikai, nyilván az alkotmányról, mert beszéltünk, hogy is mondjam, ilyen kulcskérdések előkerültek, amik mondjuk befolyásolt ezt a rövid kampányidőszakot? Vagy például az, amiről már beszéltünk korábban, hogy ugye akár ilyen pártokon belüli harcok is, csak ilyen befelé politizálás is jelenthet, politizálásra is adhat lehetőséget egy-egy ilyen választás. András? Szerintem igen. És ez köszönhető talán a COVID-nak. Japánban a COVID-kezelés egyik kritikája volt az is, hogy a hirtelen munkából kieső és otthon maradottaknak kezdetben ez a helikopterpénz akadozva ment, és összességében a COVID gazdasági hatásai a Japán, nem csak Japán, minden másút is tematizálták a társadalmi egyenlőtlenségeket. És ugye megnézzük most a miniszterelnök jelöltért, ami volt vita az LDP-n belül, abban ugye Kishida fő kihívója igyekezett ezeket a vagyoni különbségeket tematizálni, és úgy tűnik, hogy miután Kishida
elvitte a Prímet, egyébként az LDP-nek és a többi pártnak is, hogyha megnézzük a párt programját, amivel most nekifutottak a választásoknak, míg hogyha ilyen kevés idő is volt, és kicsit úgy mindent össze kellett dobálni, ami mindenhol visszaköszön, az az, hogy ez nagyon harsányan és hangosan ki van mondva, tehát ezek a vagyoni problémák, vagyoni egyenlőtlenségek, az más kérdés, hogy másfajta megoldásokat javasolnak rá a pártok, de hogy a belső gazdasági tényezőkre, mert szerintem tanárnő japán gazdasági struktúráról jobban be tud majd számolni, de hogy minden esetre a politika szerintem a COVID hatására is, és a COVID-dal együtt járó gazdasági kihívások miatt talán korábbi kampányokhoz képest most egy picit jobban a vállára vette, és jobban kiemelte a társadalmi egyenlőtlenségeket, és ezeknek a különböző gazdaságpolitikai megoldási javaslatait. Tehát ugye egy kicsit szerintem most ez magasabb prioritásban. Tanárnő egyetért ezzel? Igen, tehát ugye az érdekes helyzet állt elő, hogy a járvány megszűnt hirtelen, szinte egyik napról a másikra, tehát gyakorlatilag két hét alatt, vagy három hét alatt tűnt el a vírus valami csoda folytán, de a COVID és a járványhelyzet következtében kialakult gazdasági károk, azok megmaradtak. És a gazdasági károknak a kezelése volt tulajdonképpen a Kishida miniszterelnök hát programjának az egyik fő mozgatója, és hát ugye, ahogy András is említette, borzasztóan kinyílt az olló a 2012-től 2019-ig 20-ig terjedő időszakban, tehát az elmúlt 8 évben, nagyon kinyílt az olló a jövedelmek és az elosztás tekintetében is. Tehát az egyenlőtlenségek ahelyett, hogy javultak, vagy csökkentek volna az Abenomics, tehát az Abe gazdasági programja alatt, ezért inkább romlottak ezek a dolgok, és persze a romlásnak az oka az nem csak az, hogy az Abe-nek a gazdasági programja nem úgy működött, mint ahogy gondolták, hanem pontosan a járvány volt a másik fő ok, ami hozzájárult ahhoz, hogy ezek az egyenlőtlenségek fokozottak. És erre most Kishida kormányfő hát nagyon drasztikus és nagyon erőteljes kezelési programokat ajánlott föl, és például azt hiszem, hogy pont mai hír, hogy 192 milliárd dollár értékű kötvénykibocsátással pótköltségvetést nyújtattak be, és ez a pótköltségvetésnek a célja az, hogy ezeknek az egyenlőtlenségeknek ből a fakadó feszültségeket, illetve igazságtalanságokat próbálják kezelni, hogy növeljék jobban a középosztálynak, vagy erősítsék a középosztály pozícióját, beleértve, hogy az embereknek több kedve legyen gyermekvállaláshoz, stb. Tehát egyfajta ilyen revitalizációs törekvés feltétlenül van, és mondom, az egyik hát, ok, amiért szükség lett erre, az pont a járványnak a rombolása volt. Akkor ha már a kormányprogramig jutottunk, akkor még egy icipicit lépjünk már vissza, és akkor beszéljünk arról, hogy akkor tulajdonképpen milyen kormány jött létre, hogy most igazából a kormányzó pártok azok milyen koalíciót hoztak létre, és akkor tulajdonképpen hogy áll össze ez a kormány, hogyha lehet egy pár szóval, és akkor esetleg utána térjünk tényleg vissza a magához, a programhoz, hogy milyen főbb sajátosságai vannak. Uh-huh. Nem tudom, bárki. Szabad ilyen csúnya viccel kezdeni, de szerintem az AB 3.0 a kormány állt össze nagyjából. Nem tudom, ez már hány pont nulladik, de hogyha megnézzük a személy összetételét, akkor itt igazából az LDP korábbi elitje köszön vissza. És egyébként meg ugye a koalíciós szempontban hát továbbra is ugye egy LDP koalícióról beszélhetünk, tehát olyan sok rettenetes nagy változásokat szerintem nem hozott. Úgyhogy egyfajta ilyen kontinuitás íze van a dolognak. Hogyha
Szabad hozzátennem, tehát jelenleg ugye 21 tagú a kormány, és ebből, hogyha én jól figyeltem, vagy jól láttam a névsort, akkor hárman vannak, akik a korábbi kormányból, mint miniszterek átlettek véve. Igaz, hogy nem biztos, hogy ugyanazon a poszton, tehát például a Hayashi Yoshimasa, aki korábban oktatási miniszter volt, most külügyminiszter lett, de hát maga a személy az megmaradta, mint miniszter, és hát itt van ugye a már emlegetett Noda Seiko, akitől már beszéltünk, vagy itt van például Kishinobu, nagyon fontos, a védelmi miniszter, aki ugye egyébként Abe Shinzónak a testvére. Tehát ők azok, akik hát régi tagok. A 21 tagból kettő komejtós, tehát a koalíciós pártnak a képviselője, és a 21 főből három nő. Tehát ami sokan azt mondják, hogy kevés, de hogyha akár közelebbi példákat nézünk, akár Magyarországot is, nem tudom, mégse olyan kevés, hogyha így veszünk. És igazából a japán összehasonlításban pedig lehet, hogy... Hát... Japán összehasonlításban is, általában a korábbi kormányokban is, nem tudom, két-három nő szokott szerepelni. Abe Shinzo ugyan tett ugye mindenféle lépéseket, hogy egy kicsikét a nőket helyzetbe hozza, de hát azért olyan nagyon jelentős áttörések nem történtek. És hát, amit Kishida a kormányfő kihangsúlyozott, hogy egyrészt, tehát az előbb András is beszélt róla, tehát annyira, hogy is mondjam, bonyolultak ezek a frakció viszonyok és a erőviszonyok, hogy nagyon óvatosan kell összeállítani egy kormányt, mert ugye kell arra vigyázni, hogy megfelelően képviselő legyen esetleg minden olyan erő, ami esetleg később számításba jöhet, vagy akire szükség lehet. Tehát ez egy borzasztó nehéz sakkjáték, és az biztos, hogy fiatalított egy kicsit a Kishida miniszter. És akkor a kormányprogramnak ezek a prioritásai, amiről az előbb már így szót ejtettünk, vagy talán ő mondta, hogy ez az esélyegyenlőség megteremtése, a gazdaság újjáépítése, vagy vannak más célok, vagy vektorok, ami alapján így irány, amilyen irányokba ők mozognak? Hát, bocsánat, hogy csak... Majd aztán ilyen, megadjuk az Andrásnak, és a szót ejtettem. Budapesti Gazdasági Egyetem persze, hát nevében persze, mondom. Persze, nyilván. Hogy hívják, tehát ugye rögtön Kishida miniszterelnök meghirdette az új kapitalizmus programját. Tehát ugye korábban Abe miniszterelnökség idején az volt, hogy Abenomics, az volt a programnak a neve, és ez pedig most új kapitalizmus, az ő gazdasági program neve, és hát a gazdasági növekedés mellett, vagy... Tehát mellett nagyon nagy hangsúlyt fektetett az elosztási szempontok érvényesülésére, és hogy az elosztási szempontok úgy érvényesüljenek, hogy ez a fajta jövedelmi és elosztási olló, hogy ez egy kicsikét szűküljön, tehát ne legyen olyan nagy különbség. És a sok érdekes dolgot, tehát már említettem, hogy a GDP-ben a hadi költekezés 2%-ra történő emelése, ez például egy nagyon érdekes pont, akkor ígéretet tett arra Kishida miniszterelnök, hogy 10 éven belül nem lesz újabb áfa emelés. Na most ez egy nagyon érdekes ígéret, azért, mert ugye Abe Shinzo nevéhez, illetve hát a regnálásának az idejéhez köthető volt kétszer is áfa emelés, és hát japánok teljesen kétségbe voltak esve, hogy végül is azt hiszem 2018-ban lett az, hogy 10%-ra emelték az áfát, és hát hatalmas lakossági felháborodást váltott ki, és hát
Abe Shinzónak sokan akkor azt mondták, hogy ez majd az ő miniszterelnök posztjába fog kerülni, hogy 10%-ra emelte az áfát. Ezzel együtt érdekes, hogy közgazdasági elemzők kimutatták, hogy ez az áfa emelés, ez viszont gazdasági szempontból tulajdonképpen jót tett a japán gazdaságnak, ezt most csak zárójelben mondom. De az, amit jót tett, azt annak ezt a hasznot, vagy ezt a profitot, azt hát elvitte a COVID, de mindegy. Tehát mindegy, ez most be van ígérve, hogy nem lesz 10 éven belül további áfaemelés, tehát marad a 10%, és hát ez az új kapitalizmus, ez be van ígérve az is, hogy a szociális ellátásban dolgozók jövedelmének erőteljes emelése, erre az öregedő társadalom miatt van szükség. Tehát olyan rohamosan öregszik Japánnak a társadalma. Most már a medián kor Japánban az 49 év. A legmagasabb a világon. Tehát olyan mennyiségű és hát minőségű emberre lenne, akik ebben a szociális ellátórendszerben dolgoznak. Szükség, ami hihetetlen kihívásokat jelent. És azon kívül pedig az adópolitikában is azt ígérte az államfő, bocsánat, a miniszterelnök, hogy a munkahelyteremtő vállalkozásokat adókkal próbálják ösztönözni. Ezzel tulajdonképpen a privát szférának munkahelyteremtését, illetve a magasabb bérek megajánlását akarnák elősegíteni. Tehát ezek vannak adókedvezmények tulajdonképpen. Igen, tulajdonképpen adókedvezmények, úgyhogy vannak konkrét tervek, meglátjuk. Mint említettem, célkitűzés a turizmusnak a ösztönzés, 2030-ban 60 millió turista számot akarnak évente elérni, hát ez azt hiszem egy kicsikét ambiciózus. Hát attól függ, honnan indulunk, nem tudjuk, hogy most nagyjából. Hát az a baj, ugye, hogy nem egyébként európai szemmel meglepően kevés volt a külföldi turista, soknak tűnt, de kevés volt, mert ilyen 25-30 millió, és ugye az olimpiától várták azt, hogy hatalmasra dúszad, és hogy akkor beindít egy ilyen turizmus áradatot, és hát ez érthető okokból nem történhetett meg, és hát, hogy 2030-ra 60 millió, azt gondolom, hogy ez egy nagyon merész szám. Tehát azt jelenti, hogy 8 évat meg kéne, hogy duplázódjon nagyjából. Igen, tehát ez nagyon nehéz. Sőt, meg kéne 60-szorozódjon, mert ugye jelenleg nem adnak ki turista vízumot. Ja, azért, de most már a beutazási feltételek is most már Japánban módosulnak, és most már azt hiszem, hogy a külföldi diákok is, meg a külföldi munkavállalók is lassan-lassan vissza tudnak térni. Még egy érdekes dolgot hadd említsek, hogy a Kishida miniszterelnök úr hiroshimai származású, és hát a családban is többen is érintettek voltak annak idején a hiroshimai atomtámadás, tehát vannak ilyen családi tapasztalatok és emlékek is. Ennek ellenére ő az atomreaktorok újraindítását támogatja. Na most ez is ugye egy olyan kérdés, ami járvány, akkor az alkotmánymódosítás, atomreaktorok, tehát van egy-két, ami ugye a közvéleményt állandóan izgalomba tartja, hát ez is nagyon fontos kérdés, és hát ő ezt újraindítását azért gondolja, hogy erre szüksége van az ország, ugye egy energiaforrásokban szegény országról beszélünk, és hát ez lenne az egyetlen olyan energiaforrás, ami klímabarát. Tehát itt az indoklás az, hogy ennél klímabarátabb megoldást nem tudnak. Majd meglátjuk, hogy ezzel mi lesz, mert ugyanakkor ugye szintén a közbeszéd tárgya és közkritika tárgya a fukushimai erőműben bent ragadt hatalmas mennyiségű szennyezett reaktorvíz,
aminek a sorsa még, tehát hogy ezt beleengedik a tengerbe, nem engedik bele a tengerbe. Ez egy szintén egy nagyon vitatott téma, és hát nagyon nagy indulatokat vált ki, nem csak belföldön, nem csak Japánban, hanem a... Ezzel kapcsolatban nekem eszembe jutott egy kérdés, amit most nem fog feltenni, de majd mindjárt felteszem, de most meg Andrésnak megadnám a szót, hogy hát ha még szeretne csatlakozni az előbb elhangzottakhoz, és akkor utána ezzel a felmelegedéssel, meg klímakérdéssel kapcsolatban azért feltennék egy kérdést majd. Ami nem feltétlenül nagyon szorosan kapcsolódik ide, mondjuk az új kormányprogramhoz, de hát ha. De Andrés, most megadom neked. Igazából nagyjából mindent összefoglalt. Ugye volt egy erős zöld vonal benne, volt az a szociális vonal. Erre ugye azért, tehát az LDP egy a maga mondján centrista jobboldali párt, tehát szerintem egy ilyen kicsit ilyen neoliberális megoldással, ő a cégeknek adott adókedvezménnyel akarja ezeket a szociális ösztön. Tehát hogy az ösztönzője az a tőke irányába adott adókedvezmény, és nem a magasabb jövedelmek megadóztatása, vagy adónövelés. És akkor amit talán nem hangzott el, amellett, hogy a GDP arányosan 2%-ra akarják esetleg növelni a védelmi költségvetést, amit egyébként az alkotmány nem tilt, tehát hogy a GDP 1%-os küszöb az egy hagyomány, sem az alkotmány, sem a japán védelmi törvények azt nem, erre nem vetnek ki küszöböt. Ez egyszerűen csak egy bevett hagyománya a japán védelmpolitikának. Bocsánat, hogy közben szólok, de hogy azért arról beszéltünk, hogy ez egy fontos érzelmi kérdés is, és mondjuk a politika megítélésének, vagy a politikai irányok megítélése szempontjából fontos, azért nem jogi értelemben fontos. De az viszont bekerült, vagy benne volt a kampányprogramban, hogy az alkotmány 9. cikkeinek esetleges módosítása, és itt ugye, ami egyébként Abe-nek is volt a terve, nem a 9. cikkei megszüntetése, és igyekszem nem sokat lovagolni ezen, mert igazából azért, mert itt ezen az egyetemen vagyok, minket ez jobban érdekel egy kicsit, de hogy azért az tehát ma már a legtöbb országban nem divat az explicite offenzív katonai stratégiára építeni és azt hirdetni, tehát hogy az alkotmány kuriózum, de az, hogy a norma az alapvetően a legtöbb demokratikus országnál a pacifizmus, az azért nem annyira kuriózum. Viszont ami ugye Abe-nek az ötlete volt, az, hogy az alkotmánynak nem szünteti meg a 9. cikkeit, hanem egyszerűen van benne egy olyan mondat, hogy ugye az alkotmány 9. cikkeiben, hogy Japán nem tart fenn sem szárazföldi, sem légi, sem tengeri haderőt. Ehhez képest azért ott van a GI-táj, aminek, ha csak a haditengerészeti komponenst nézzük, majdnem annyi rombolója, sőt, több rombolója van, mint a kínaiaknak, meg jelenleg még több cirkálója is. Úgyhogy az Abe koncepciója az volt, hogy bele kéne írni az alkotmányba, hogy Japán, ugyanígy ezek a pacifista passzusok, de Japán védelméről a GI-táj gondoskodik. Tehát ahelyett a mondat helyett, hogy nincs semmink, ahelyett azt beírni, hogy van a GI-táj. És a kormányprogram, vagy bocsánat, a kampányprogramban is ezt vetítette elő az LDP, hogy alkotmánymódosítás esetleg, és akkor nem a 9. cikke megszüntetése, hanem a 9. cikke átfogalmazása, hogy a GI-táj alkotmányos helyet kapjon benne. Jelenleg az a japán alkotmányjogászok fele szerint a GI-táj alkotmányellenesen működik úgy, tehát hogy több van neki, mint amit az önvédelem és az erők fenn nem tartása passzus lehetővé tenne. És hogy néz ki, hogy ez hogy változik, vagy milyen irányban megyünk, vagy a ceruza a papír fölött van, mit fog leírni a ceruza? Hát ha csak azt a mondatot beleírjuk, hogy Japán védelméről a GM-től gondoskodik, akkor kinyitottam a Japán önvédelmi törvényeket esetleg újraértelmezzem, és itt mélyebb alapoktól, mint ahogy egyébként eddig is tett, tehát hogy a japán kormányok időnként elég lazán kezelték ezeket a pacifista kereteket, tehát erre egy nagyon jó példa az Izumo repülőgép hordozó, de most ebben nem megyek bele, mert szerintem itt van egy-két volt diákom a közönségben, és már könnyen jön ki. Tehát, hogy azért lehet ezeket lazán értelmezni, ezeket az önkorlátozásokat, viszont ha történne egy alkotmánymódosítás, az a korábbi keretekhez képest egy nagyobb teret engedne a védelempolitika újraértékelésének és átértelmezésének, és esetleg ezeket könnyebbé tenni, de
Na, tehát, hogy én akkor se gondolnám, hogy Japán egy militarista útra lépne, mert egyszerűen más hasonló, tehát Németország alkotmánya most nincs 9. cikke, de azért nem látjuk a, nem tudom, német tankhadosztályokat átlépni a Rajnán. A Kishida által képviselt, vagy korábban az Abe által képviselt koncepció az ez lett volna, hogy adjunk egy alkotmányos helyet a GIT-nak. Az más kérdés, hogy ezt vajon beveszi-e a japán szavazói réteg, vagy nem, de az tény, hogy a GIT-nak, mint intézménynek a népszerűsége az magas. Fukushima-ban a first responderök azok a katonák voltak. És Fukushima előtt a GIT népszerűsége egy ilyen 60-70% között mozog, és ma már 92. Tehát ha úgy keretezi egy japán kormány az alkotmánymódosítást, hogy nem veszem ki a 9. cikkeit, de beleírjuk, hogy itt van nekünk a GIT, annak szerintem sokkal nagyobb esélye van, hogy átmenjen, mint az eredeti koncepció, hogy vegyük ki a 9. cikkeit. Szóval én erre azért látok realitást is a kampányban, említették is benne volt, tehát nem nulla az esélye, vagy nullánál több az esélye, nyilván nem tennék rá most téteket, de a levegőben ott van. Menő, ez fűznél valamit, vagy pedig feltettem azt a bizonyos kérdést? Na, várjuk a bizonyos. Jó, nem, tehát nem akarok nagy feleket keríteni neki, az Andris az előbb már így említette, hogy beszéltünk a zöld programról, de hogy én azt kérdeztem volna meg pont, amikor az atomerőművekről beszéltél, hogy ugye ebben az országban, amelyik hát egy urbanizálódott, a világon a legjobban urbanizálódott, vagy egyik legjobban urbanizálódott hát társadalom tulajdonképpen, mennyire fontos a zöld program, vagy a zöld kérdés, és mennyi szerepe van ennek mondjuk például az új programban, hogy ezt látjuk-e már? Az új program, tehát hogy is mondjam, legitimizálva ez a dolog nincsen. Természetesen ezek a bizonyos klímakvóták, vagy klímatörekvések, ezek azért meg vannak fogalmazva, és Japán mindig ügyel arra, hogy a nemzetközi elvárásokat, ha másért nem, akkor az országimás megőrzése érdekében, tehát ő ezeket teljesítse. Mondjuk az egyetlen, azt hiszem, ami nem nagyon, tekintetben nem nagyon sikerült, ugye ez a bálnavadászat, meg mit tudom én, nem. De különben azért nagyon igyekszik ezeket betartani, és számon tartani, és ami az biztos, hogy ugye óriási a dilemma, hogy mert annyira kiszolgáltatott országján, és annyira sérülékeny, ugye például az energia ellátás tekintetében, tehát hogy egész egyszerűen meg kell oldani, tehát vagy importál, vagy pedig maga megoldásokat keres. És hát ezekben a megoldásokban nagyon sokan ugye mindenféle ötletekkel jönnek elő. Én azt hiszem, hogy például az egyik, ami nincs eléggé kihasználva, az a termál, tehát az a termál energia, mert azért Japánban hihetetlenül sok ilyen vízforrás és meleg vízforrás, vagy ilyesmi van, és ezeket talán jobban lehetne ilyen szempontból hasznosítani, de ugyanakkor más megoldásokat, meg a japán, hogy is mondjam, földrajzi adottságok nem tesznek lehetővé. Tehát azt, hogy ilyen hatalmas szélenergia mezőket alakítsanak ki, nincs ott, nincs hely rá egész egyszerűen. Tehát nem olyan az ország. Na most tehát az, hogy mik az adottságok egy országban, és abból mit lehet kihozni, tehát azért ezt azért jó, hogyha mielőtt elkezdenénk valamelyik országot kritizálni, vagy tanácsokat osztogatni, ezt érdemes megnézni, tehát ez az egyik. A másik a lakosság hozzáállása. A lakosság azért, én azt hiszem, hogy Japánban amúgy nagyon, hogy is mondjam, környezettudatos. Tehát sokkal előbb, mint Európában bárhol ott, például ez a szelektív hulladékgyűjtés, meg ilyesmi, hát ezek
nagyszerűen működtek, és a lakosság elég fegyelmezett is ahhoz, az is hozzátartozik, meg elég intelligens is ahhoz, hogy ezeket gyönyörűen betartsa. Tehát az egy más kérdés, hogy például az atomreaktoroktól hihetetlenül félnek az emberek, tehát van egy ilyen zsigeri félelem nagyon nagy százalékában a lakosságnak, és ez ellen politikusnak tehát ennek ellenében menni, az nagyon nehéz, mert ezeket az embereket ők nem tudják meggyőzni, mert ugye esetleg érzelmileg vagy családilag érintettek, és egész egyszerűen nem hajlandók. Hát ugyanez a baj van, ugye például Fukushimával is, hogy a Fukushimának a következményei még mindig nincsenek elrendezve, felszámolva, és azok, akik érintettek, azok nagyon hangosan követelik a megoldásokat, akik meg kevésbé érintettek, ahogy ez lenni szokott, azok meg hát próbálják a dolgot így, nem is, hogy elhallgatni, de kevéssé törődni vele. Tehát rengeteg ilyen környezeti és klíma probléma van, és ennek tudatában van a lakosság, és tudatában vannak a politikusok, de lássuk be, hogy a fizikai adottságok azok nem mindig megfelelőek ahhoz, hogy ugyanúgy kezeljék őket, mint mit tudom én, egy kontinentális országba valahol a világban. Az is bármi. Szerintem itt még azért az is szempont, hogy nem biztos, hogy nagyon lesz más opció Japánnak, mint az atomra építeni. Az egy általános trend, hogy mindenki a foszilis kibocsátás csökkentésére törekszik, tehát vannak ilyen klímasemleges, meg karbonsemleges célok, és ez most már egy norma. És azért Japánon azt látjuk, hogyha van egy elvárás, van egy norma, van egy divat, akkor azt érzi a szükségét annak, hogy kövesse. A geotermikus valamennyit ki tud váltani, de nem az összeset, és a napelem és más megújuló technológiákkal viszont az a baj, hogy ezekhez rengeteg olyan dologra van szükség, mint például a ritka földfémekre, tehát sérülékeny ellátási láncok. Márpedig most nem azt az időt éljük, tehát hogy egy eléggé kiélezett biztonsági hangulat van Kelet-Ázsiában. Azt az időszakot éljük, amikor mindenki az ellátási láncai sérülékenységét csökkenteni akarja. Tehát hogyha Japán úgy akar klímakibocsátást csökkenteni, hogy közben ne nőjön a kitettsége mondjuk kínai ellátási láncoknak, akkor nem a napelemek lesznek a megoldás erre, hanem az atomreaktor. Úgyhogy szerintem itt azért valamennyi, hogy mondjam, nemzetbiztonsági vagy energiafüggetlenségi tényező is előbb-utóbb faktorálni fog ebbe. Igazából már egy órája beszélgettünk, és jellemzően azért inkább belpolitikai kérdéseket, nyilván a gazdaságnak vannak külpolitikai kapcsolatai, és vannak reakciói a külpolitikai helyzetre. Az András most egy újabb dolgot említett ezzel kapcsolatban. Tényleg csak röviden, hogy az új kormány, vagy az új miniszterelnök külpolitikai elképzelései, célkitűzései azok, hogy illeszkednek az eddigiekhez? Vagy van-e valami újdonság? Tudunk-e ilyet? Hát már a deklaráció szintjén is, ugye el is hangzott rögtön a legelején, hogy kicsit a kormányfőnek törekvése az, hogy az Egyesült Államok támogatását keresi elsősorban, amelyre Kína és Észak-Korea agresszív politikájával szemben szeretne támaszkodni, és hát ugye azon kívül ott van az a négy oldalú biztonsági párbeszéd, a Quad, ami szintén ugye Ausztrália, India, Japán és az Egyesült Államok, és hát a Quadban való részvétel és további kölcsönös támogatás is állandóan napirenden van. Ami érdekes, hogy Hayashi Yoshimasa, az új külügyminiszter, az hát kinevezése után röviddel rögtön hangot adott annak, hogy a Senkaku szigetek között, ezek a vitatott szigetek, ugye a tengereken, és ott felfelbukkanó kínai hajók látogatását vagy megjelenését illetően, hát ezt nehezményezte
Hayashi külügyminiszter, és erre, de tehát ez egy tulajdonképpen egy feszültségforrás lenne, és ezt ő rögtön felemlegette, de ugyanakkor ettől függetlenül azért őt meghívták rögtön Kínába is egy látogatásra, úgyhogy nyilván hát például ezek is lehetnek témák. Azon kívül ott van Dél-Korea, hát ott a feszültségek a mai napig sem rendezettek. Ugye ott elsősorban a második világháborúban a koreaiakat ért sérelmek, tehát részben a kényszermunka, illetve a korai prostituáltaknak, a prostituált, a koreai nők prostituáltként való alkalmazása, tehát e körüli kompenzáció az a téma csomag, ami hát nagyon élénken, és hát még ott vannak még mindig ugye a elvaratlanul szálak, és hát ezt Kishida miniszterelnök is erre rögtön felhívta a figyelmet, hogy feltétlenül ezeket a kapcsolatokat rendezni kell, hát annál is inkább, mert majd Dél-Koreában is a belátható jövőben választások lesznek, és hát talán előtte kellene ezeket a dolgokat rendezni. Andris? Én ezt tippelném, hogy a dél-koreai választásoktól egy jobboldali győzelmet satszolnak most sokan, és én látom kézben, hogy Japánnak könnyebb lesz ezeket a kapcsolatokat pozitív irányba változtatni, hogyha ott a Szabad Korea párt kerül kormányra. Szerintem, amit még nem említettünk itt, egyébként Kishida ugye a leghosszabb ideig szolgált külügyminiszterként, azt hiszem az eddigi japán külügyminiszterek között, tehát hogy ő előtte ugye a külügyi tarcát vitte, és azt hiszem, hogy Ivo versenyre hívta ki Lavrovot, úgyhogy egy egészen sajátos diplomáciai stílusa van. Szerintem, amit nem említettünk, az Tajvan. A Suga kormány alatt is, és azóta is, itt a romló biztonsági környezetre való válaszul, és egyfajta Kínára való válaszul, az látszik, hogy Japán a maga módján csatlakozott az Egyesült Államokhoz abban, hogy Tajvan ügyét azt napirenden tartja, vagy legalábbis retorikában csatlakozik a Tajvannal kapcsolatos diskurzushoz. Úgyhogy én még talán erre számítanék, hogy ezt figyelném. Tehát egy kicsit határozottabban fognak beleállni ebbe a kérdésbe? Igen, hát ugye nyáron ezt mondta, ugye még a Suga kormány alatt két japán miniszter is, hogy Japán és Tajvan sorsa az össze van kötve. Azt hiszem, hogy itt a Kínával kapcsolatos kérdéseket nem csak a Senkaku szigetek, hanem az is várhatóan nehezíteni fogja, hogy úgy tűnik, hogy Japánnak volt egy-két olyan kijelentése, ami ugye ezt a Tajvan témát napirendre tartja. És ugye sajtunk inger küszöbét is megütötték ugye ezek a kínai vadászgép berepülések tajvani légkörbe. Amikor ezek történtek, akkor egy hatoldalú haditengerészítő gyakorlat zajlott, ahol Japán is ott volt a délkínai közelében. Tehát itt azt hiszem, hogy egy Tajvan kapcsán várható nagyobb japán aktivitás az, amire én számítanék, vagy satszolnám itt az új japán kormány alatt. Értem. Érkezett kérdés, ezt most mindjárt fel is olvasom, de közben azért felhívom a hallgatók figyelmét, hogyha akarnak, vagy szeretnének kérdezni, akkor a chatben vagy a Q&A-ben megtehetik. Tanárnőhöz érkezett az a kérdés, mert ugye említette a fiatalitást az új kormány felállásával kapcsolatban, hogy az ő esetükben eltértek-e a Japánban az állami hivatalokra jellemző kötelezettpályamodelltől, vagy nem térnek el, vagy mi a helyzet ezzel? Nem, dehogy térnek el. Hát, olyan nincsen, mint mondjuk Magyarországon, hogy nem tudom, valaki egészen fiatalon és tapasztalat nélkül, hanem a fiatalítás alatt itt azt értettem, hogy mondjuk ez a középgeneráció, tehát ez a 40-es, 50-eseknek az előtérbe helyezése. Na most ne felejtsük el, hogy van egy-két téma, ami olyan, ami, hogy egy kicsikét ilyen hogy mondjam, más generációs hozzáállás. Tehát például ugye ott van a digitalizáció, akkor az adminisztrációnak a korszerűsítése, átállás, ezek a kérdések, ezeket
meg kell, hogy mondjam, hogy mindaddig, amíg ilyen idősebb, tapasztaltabb generáció kezébe voltak, hát talán nem úgy voltak kezelve, mint ahogy kellene. Tehát, hogy például ilyen okok miatt is jó, hogyha egy kicsikét ilyen fiatalabb szemlélet is érvényesül. De nem, szó sincs róla, nem lépik át az adminisztrációs utakat, nem. És akkor egy mondatot hallhatunk erről, hogy pontosan mi ez az életpálya modell, nyilván, hogy ilyen fokozatosan lépkednek előre a ranglétrán? Hát hogyne, hát abszolút, nagyon szigorú, és hogy hívják, és vizsgák, és kell átmenni, és hát az előrejutás az ilyen borzasztó nehéz, és hát nagyon attól is függ, hogy tehát itt két dologtól függ. Az egyik az, hogy valakinek az alkalmazása során, tehát amikor felvételt nyer egy ilyen az állami gazgatásba valahova, hogy akkor őt milyen trackre, tehát milyen pályára helyezik kezdettől fogva, ugye ettől is függ a dolog, és hogyha az úgynevezett karrierpályára helyezik, hát ott is egy nagyon fokozatos előrejutás van, és de a másik dolog, pont az LDP-n belül, amivel Andrással már most többször beszéltünk erről, ott a frakcióknak a dolga, tehát ott nagyon függ az valakinek a személyes előrejutása, vagy promóciója, vagy pályája attól, melyik frakciónak a tagja, illetve a frakcióit támogatja, vagy nem támogatja. Tehát, hogyha a frakcióit nyomja előre, akkor, akkor megy előre, hogyha nincs meg az a támogatás, hát akkor bizony nagyon nehéz. Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy új kérdés nem érkezett. Van-e olyan, ami nem kérdeztem meg, és így esetleg az előzetes, a téma előzetes átgondolásakor azt gondolta bármelyik vendégünk is, hogy ezt még el kéne mondani, vagy úgy nagyjából körbejártunk. Hát én azt még hozzátenném csak kis színesként, hogy az új miniszterelnök Kishida Fumio ugye 64 éves, hát legjobb korban van, nagy tapasztalatú, több miniszteri posztot betöltött volt, Okinawa, nem tudom, fejlesztési ügyek miniszterétől kezdve, védelmi miniszter, külügyminiszter sokáig, ugye, tehát, és hát politikus dinasztiának a tagja, úgyhogy nagy tapasztalattal rendelkezik, és nagy és fontos kapcsolatrendszerrel rendelkezik, ugye ezeket mind kell róla tudni, úgyhogy én azt hiszem, hogy sokan ő benne egy kicsikét, hogy is mondjam, a biztosítékot látnak arra, hogy a dolgok ilyen megbízható kezekbe kerülnek, tehát a japán elvárások szerint, ugye Japán nem nagyon szereti azt a váratlanul felbukkanó csillagokat, vagy nem tudom, hanem inkább ez a jártat típusú, hát politikusokat jobban kedveli, és hát ez még egy ilyen kis személyes dolog, hogy ő nagyon nagy manga és anime rajongó. Most ez azért nagyon fontos, mert az egész japán országi más politika, vagy az úgynevezett kulturális diplomáciának egy nagyon fontos része, ugye ez a kreatív ipar, és a kreatív iparon belül is az anime ipar, ami egy külön iparág Japánban, és hát a GDP-nek tehát kézzelfogható hányadát adja, és hát erre is ő ígéretet tett, hogy ezt az animeipar fejlesztését támogatni fogja, és hát meg vagyok róla győződve, hogy nagyon sokan, ha másért nem, akkor ezért támogatják. Érkezett egy olyan kérdés, hogy egy esetleges Tajvan ellen irányuló kínai hadművelet esetén hogyan viselkedne Japán? Milyen jelei vannak ennek az esetleges japán reakciónak? Nyilván ez egy olyan kérdés, vagy olyan helyzet, ami ne következzen be, mert akkor nagy bajban vagyunk mi is, mindenki. De hogy talán, ha úgy fogalmazzuk, hogy mennyire határozott, vagy tehát hogy határozottabb be Japán ezzel a kérdéssel kapcsolatban most, mint mondjuk egy fél évvel ezelőtt, vagy ez csak a politika szintjén marad meg.
Az a politikai diskurzus. Ha szabad egy kicsit, hogy mondjam, a szenzációhajász dologgal kezdem, vagy a mellbevágó információval, mi ebben a fél évben rendeztünk egy nagyobb konferenciát, és japán biztonságpolitikai kutatókat hívtunk meg, köztük az egyikőjük az egy ilyen nagy japán think tanknál a Biztpol program vezetője volt, Joko Iwama, és ők pont akkor jelentettek meg egy cikket, amiben azt írták, hogy Japánnak meg kell nézni, hogy mi történt, hogy egy hidegháborús helyzethez hasonlították a mostanit, és mit csinált Európa hidegháború alatt, elrettentésre volt szükség, ballisztikus rakétákra a Szovjetunióval szemben, és a tanulmányuknak, meg az előadásának is az volt a csíziója, hogy Japánnak igenis meg kell vitatnia azt az opciót, hogy önálló elrettentési képességekre van szüksége, magyarán valamire, nem ballisztikus rakéta, mert ezt tiltják a védelmi törvények, de mondjuk akkor hiperszonikus csapásmérő eszközre, ami egy adott esetben ki tud iktatni néhány kínai támaszpontot is, ha erről van szó. Tehát, hogy ez számomra döbbenetes volt, mert iszonyatosan direkt, hogy mondjam, recept, és ez nem volt jellemző a japán biztonságpolitikai diskurzusra az elmúlt 11 néhány évben. Ugye ez Tajvan, hogy kötődik, és mi a kapcsolat Tajvan és Japán között, azt szerintem egy kicsit másik irányban kéne megnéznünk, hogy mit kezd Kína Tajvannal. Tehát Japán számára akkor érdekes Tajvan nyilván, hogyha nem feltételezzük, hogy Tajvan a közeljövőben megszállná a szárazföldi Kínát, itt inkább az a másik irányból indul valami. Kínának Tajvannal szemben több opciója is van, de hogyha katonai eszközökhöz nyúl, akkor vagy egy tengeri blokkádra van szüksége, vagy egy partra szállásra. Ezekhez néhány a japán sajtóba kikerült egy Kínában kiszivárgott kínai népi felszabadító hadsereges tanulmány, nem tudom, hogy ez mennyire ténylegesen így volt-e, vagy nem, de vagy tényleg így írodott ez a tanulmány, vagy nem, de azt mondta ebben a kínai vezérkar, hogy a nagy problémája a Tajvannal kapcsolatban az, hogy a dél-kínai tenger irányából a műveleti tér az úgy nagyjából biztosított. Viszont egy borzalmas Achilles sarok Tajvannak a keleti, észak-keleti része. Az Egyesült Államoknak ott a támaszpontja Guamon, és az Egyesült Államok ott van Okinaván. Egy kínai vezérkar, amikor megtervez egy Tajvannal szembeni műveletet, számolnia kell a lehető legrosszabb opciókkal, és számára a lehető legrosszabb opció az, hogy az Egyesült Államok távolról, Japán területéről, vagy Guamról, ha nem is állítja meg az inváziót, de piszkálja. És az volt a kínaiaknak a megoldás javaslata erre, vagy ennek a kiszivágott jelentésnek, hogy Kínának, ha Tajvannal kezdeni akar valamit, el kell foglalnia a Senkaku-szigeteket, hogy ott egy olyan előretolt állása legyen, amivel megakasztja ezeket a szurkáló amerikai lépéseket. És szintén ugyanezen ezen a konferenciákon ott volt Bonji Ohara, aki a Sasakawa Intézetnek a kutatója, és ő meg azt mutatta meg nekünk térképen, hogy ha Kína műveletileg gondolkodna Tajvanban, akkor ki kellene jelölni no-fly zone-t, és ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy Kínának mekkora no-fly zone-ra van szüksége, az beleérne Okinawába. Tehát, hogy egyszerűen a kínaiak stratégiai szükségletei, ha tetszik, ha nem, Tajvannal szembeni katonai művelet esetén érintik Japánt. Tehát, hogy ahhoz, hogy Kína magabiztosan végrehajtson valamit, muszáj lesz kezdenie a Japánnak a déli régiói közelében is. Tehát valamilyen lépésre szükség lesz, akár ilyen hibrid, tehát ilyen szürkezónás lépésre, de Japánt érinteni fogja. Tehát igazából itt szerintem nem arról van szó, hogy Japán azért, mert jó kedve van, beszállna egy ilyen Tajvannal kapcsolatos cirkuszba, hanem ha Tajvan kapcsán bármi történik, a kínai műveleti realitások egyszerűen azt jelentik, hogy így is úgy is érinteniük kell majd valahogy Japán szuverenitását, és erre Japánnak reagálnia kell. Való. Egyébként, amit az előbb említettél, az a térséget vizsgálva kicsit így pikáns, amikor arról van szó, hogy Japánnak önálló erőt kellene létrehoznia, mert Kim Jong-un ugyanezt mondja Észak-Koreában egyébként, hogy ugye Észak-Koreának önálló elrettentő erőt kell létrehoznia, hogy... Igen, jó. Csak ez nekem az a problémám, hogy szóval ez azért nehézkes, mert tehát nem Európáról beszélünk, nem szárazföldi műveleti terekről, hanem tengerről. Haditengerészeti hadcsoportok között 3-400 kilométeres távolságban dőlnek el a meccsek. Tehát a statikus
területvédelem, ha irányából várok fenyegetést, egyszerűen nem létezik azok között a keretek között, hogy itt a határom, és itt megállok. Tehát, hogy nem reális a műveleti koncepciója annak, hogy ha Japán meg akarja védeni a saját partjait, nyilván ennek a politikai és társadalmi kérdése az egy doboz, de csak katonai stratégiai szempontból nem reális ezt megoldani távoli csapásmérő képesség nélkül, mert egyszerűen nem így működik a hadviselés a tengerön. Úgyhogy, igen. Tanárnő, az előbb mosolyogtál. Mondom őszintén, hogy ezek a biztonságpolitikai dolgok az nem nagyon értek, főleg ami technikai részét. Minden esetre azt tudom, hogy azért Japánnak, ugye, mint szigetországnak a kitettsége, tehát ez nem csak földrajzi értelemben kitett ugye mindennek, hanem tényleg geopolitikai értelemben is, és hát ezt azért a részben a történet is bizonyítja, elég csak ugye, még annak idején a mongol törekvésekre gondol, de amikor próbálták lerohanni Japán, de nem sikerült. Tehát nagyon érdekes ország, és nagyon érdekes lokáció, úgyhogy ilyen szempontból azt hiszem, hogy még sokunknak ad hosszú időre témát, és figyelnivalót. Igen, és ez egy nagyon jó végszó volt, mert ugye erre csak azt tudom mondani, hogy és lesz legközelebb is beszélgetés, akkor majd Japánnal fogunk foglalkozni. Biztos. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük szépen. Köszönöm Hidasi Juditnak és Bartók Andrásnak, hogy velünk voltak és elfogadták a meghívásunkat, és ennyi minden érdekes dolgot mondtak Japánról, meg a japán választásról. Köszönjük szépen a figyelmet is. Annyi tisztem van még, hogy azt el kell mondanom, hogy a Modern Kelet-Ázsia Kutatócsoport következő rendezvény az a Peach Junior konferencia lesz december 4-én szombaton, ami a neten egy ilyen nyilvános rendezvény lesz, és ha valaki esetleg diákok közül úgy érzi, hogy szeretne valamilyen témával gyorsan regisztrálni, akkor biztos túl vagyunk már a jelentkezés határidőn, de én elintézem, hogy beadhassa a jelentkezését. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmet, vagy köszönjük a figyelmet, köszönöm a vendégeknek az érdekes hozzászólókat, és akkor legközelebb találkozunk mindenkit. Köszönjük a szervezést. Köszönjük a hallgatóságot. Köszönjük szépen.